A Neszűr Valaberénynek egy ilyen kiemelt, szép területe volt. Ugye ez az utóbbi időben ez megváltozott, viszont tettünk erőfeszítést, hogy ez ugye pozitív irányba változzon meg. Itt az 5-6-ban az utat is elkezdtük csinálni, az is jobb lett, és én tényleg úgy gondolom, hogy a szemét, tehát a Neszűrnek a rendbetételének egyik alapvető része ugye a szemétszedés, hogy tényleg ne így nézzen ki, mint ahogy most kinéz. A másik része pedig úgy gondolom, a közbiztonság lenne. Én nem vagyok még elégedve a rendőrökkel. Én megharapott egy kutya, azt mondta a rendőr, hogy fogja meg egy kutyát, és bizonyítsam be, hogy kié. Egyszer fölmérték a területet, a Neszűrt, az új erdőt, öreg erdőt, Jászberénynek az egyik felét. Olajat meg gázt kerestek. Én azoktól tudom, akik csinálták. Találtak is. És azóta rombolnak itt mindent. Innen el kell mindenkit üldözni azért, hogy ez a terület sima legyen. Tehát ne kéne érte fizetni majd. A Jászberényhez tartozó Neszűrben élők vagy ott gazdálkodók között is megoszlanak a vélemények, hogy mi legyen a magára hagyott terület sorsa. Van, aki szerint menthetetlen a számos szociális probléma miatt, mint a szegénység vagy a közbiztonság hiánya, mások viszont a kiskerti szép emlékeket szeretnék visszaállítani a szebb időket látott területen. Az első gondolat az az volt, hogy elkezdek gyűjtést szervezni azoknak az embereknek, azoknak a rászorulóknak, akik ott élnek, és elkezdtünk gyerekruhákat és ruhákat gyűjteni, a gyerekeknek játékokat. És ahogy egyre többet voltam kinn náluk, igazából megmondom, hogy őszintén én ismerem őket, mert nagyon sokan hozzánk járnak vásárolni, ugye én egy élelmiszerüzletben dolgozom, és évek óta ismerem őket. És nem gondoltam, hogy ilyen körülmények között laknak. Ezen a helyzeten jelentősen ront az illegális hulladék lerakás, melynek Jászberény térségében ez a terület az egyik célpontja. Rendszeresen hoznak ide teherautókon hulladékot és pakolják le, olykor az elhagyott portákra. Ennek tétlen szemlélői az ott élők, akik reggelente újabb és újabb szemétkupacokra ébrednek. Sűrűn előfordul az ilyesmi, amikor fogják és akkor kihozzák ide a hulladékot? Nagyon sokat. Ez hogy szokott működni? Hát nem tudjuk, éjszaka hozzák. Én nem láttam még soha. A konténer lerakat az nem messze van tőlem, egy 200 méterre, tehát látom, hogy utánfutókkal nem idevalósiak városból, porterekről, farmosról is voltak már itten, mert azért vannak ott is ismerőseim, és látom, hogy nem az idevalósiak rakják ki oda a szemetet, hanem úgy hordják ide futószámra. Hétvégén, hogyha esetleg 3-4-es ünnepek vannak, akkor jönnek ide, és hát gondolom otthoni nagy takarítás van, és máshova nem tudják vinni, úgy vannak vele, hogy itt nem működik a kamera, itt nem látja őket senki, megfogják, kidobálják, valaki beledobja a konténerbe, valaki csak úgy mellé, ha már nagyon sok van, és nem foglalkoznak semmivel. Itt az emberek, nem csak a cigányok szemetelnek, itt a paraszt emberek is szemetelnek, a saját portájuk borzalmas. Ezt most komolyan mondom. Teli van erre szemettel, jobbra-borra, nézze meg. Jönnek az, fogják, lerakják. Legtöbbször vannak ezek a kis teherautóval járkálók, van ennek gazdája is különben, de ezek ilyen segédmunkások. Mondja a gazda, hogy vigyétek ki, rakjátok le, lerakják aztán. A legutóbbi ilyen esetben a lakosok Béres Krisztinát értesítették, aki a hulladékban talált nyomok alapján kiderítette, hogy honnan származott az építés is itt. A visszavezetés után kiderült, hogy a vállalkozó egy másik céget bízott meg a sit elszállításával, mely így illegálisan oldotta meg a rábízott szerződött feladatot. Értetlenül álltunk az eset előtt, mert mi ugye nem tudtuk, hogy oda van szállítva, mi nekünk papírral igazolták, hogy ők ezt szeméttelepre szállítják. Ezután meggyőződtünk róla, hogy a hulladék tényleg ott van, azon a területen, és mikorra tudtunk volna intézkedni, valaki elszállított onnan a hulladékot. Ebben az esetben 11 fuvarról kötött szerződést a vállalkozó. Ebből egy volt, mely az önkormányzati homoktövis ültetvényt érintette, onnan valóban eltűnt a sit, de további 10 helyen, szerte a Neszűrben valahol még ott van az illegális hulladék. Ön szerint milyen tanulságot tudunk levonni ebből az ügyből? Hát a tanulság szerintem az, hogy csak is olyannak adjuk oda a hulladékainkat, a lomtalanítás utáni bútorainkat, a sitteinket, hogy róluk meg tudjunk bizonyosodni, hogy nem ide viszi ki, vagy akármelyik külterületre, mert most nem csak a Neszűrről
tudnánk beszélni, hanem új erdőről is, és más területekről is, ahová kikerülnek ezek az illegális hulladékok. A NESZÜ problémáiról is, konkrétan az ott tapasztalható hulladékkrízisről bővebben a Nézőpont április 29-e adásában hallhat.